elkezdő táncosként a figyelem a legelső, az, hogy figyeljük az idősebb táncosokat, a tánckarvezető, a koreográfusi utasításokat, egy óriási tanulási folyamat. Én egy ideje már a pályán vagyok, és azt gondolom, hogy az a fajta fejlődés, amin én keresztül mentem a saját munkám terén, azt nagyon-nagyon köszönhetem. Akár a családomnak, akár saját magamnak, hiszen olyan támogatást kaptam, hogy mindig voltak mélypontok. Olyan nincs, hogy ne legyenek mélypontok. De mindig sikerült belőle kilábalni. Most már nem csak mint táncosként, hanem mint segítő társként is funkcionálok az együttesben, tehát anyagokkal foglalkozom, rám vannak bízva olyan feladatok, amivel a tánckart egyengetem, a női tánckart, segítem, javítom őket, részt veszek olyan gyakorlati feladatokban, amik régebben, mikor még fiatal táncos voltam, még én tanultam. Most már van, hogy én tanítom. Tehát azt gondolom, hogy ez nekem nagyon-nagyon becsülendő, és nagyon hálás vagyok, hogy én ezt megkaphattam, ezt a pozíciót, és én próbálom ugyanezt átadni az utódoknak, a fiatal táncosoknak, a táncostársaimnak, hogy azt a fajta szeretetet, alázatot és törődést, amivel én idejöttem, ezt tovább vigyem, és meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy ez a szakma, ez egy gyönyörű nagy kincs a világnak.